aki szóban és tettben nagyhatású proféta volt Isten és az egész minden. Főpapjaink és emberjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméljük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzátartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy életünk. Közülük néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre is szólt. Ó, ki jogtalan, késedelre szűnnek. Képtelenek vagyok hinni abban, amit a proféták jelentettek. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Aztán Mózesen kezdve valamennyi profétából megmagyarázta, ami az írásokban őról szól. Közben odaértek a falhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok parasztalták és kérték, maradj velünk, mert estelünk, és levegőben állnak. Betérte hát, hogy velük maradj. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldásmondott, megtörte, és oda jutotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ők eltűntek. Akkor azt mondták egymásnak, ugyan ám volt a szívük, amikor útközben beszélt hozzám, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybeülve találták a 11-et és másikat. Azok ezzel fogadták őket, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust. Ezek az evangélium Yeah.
Köszönöm.
Hallgass meg kérésre.
Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod.
beszélünk a pápai szentmisén, azt követően pedig szintén vonattal fogunk majd hazautazni ide Kiskörnek. Hálásan köszönöm Püspök úrnak, hogy eljött és kiszolgáltatta a vérmálás szentségét, amit említette, a mai délelőtt több településen is vérmálás van, és mivel még ő sem tud egyszerre két helyen lenni, ezért örülünk, hogy minket választott. Köszönjük szépen! Új év napján nagy lelkesemben próbáltam a híveknek valami újévi útravalót, programot nyújtani, és a szentmisén áldozás alatt kijött egy kislány elém áll, és azt hittem, hogy a kiskeresztet akar kérni, de nem ez volt a célja, hanem hirtelen így felemelte mind a két kezét, és azt mondta, hogy nézzem meg a körmeit. Mikor ránéztem, akkor láttam, hogy ki vannak festve, de már egy picit megfogott a festék rajta. És akkor arra gondoltam, hogy ez a kislány ezzel a egyszerű gesztussal tulajdonképpen mindent lesöpört, amit én addig mondtam. Mert igazából az történt, hogy megmutatta nekem azt, amiről úgy gondolta, hogy rajta szép. Hát ezt kívánom a vérmálkozóknak is, meg mindannyiunknak, hogy mutassuk meg magunkból azt, ami bennünk szép. Még akkor is, hogyha az még egy kicsit megkapott. Gratulálok a vérmálkozóknak, és köszönöm mindazoknak a szolgálatát, munkáját, támogatását, akik őket segítették, hogy ide eljussanak. Szüleiknek, nagyszüleiknek, tanárainknak, hitoktatóinknak, a közösségnek. A Jóisten üdvesse meg mindnyájának szolgálatát, és kérem, hogy továbbra is álljanak mellettük, biztassák és támogassák. Köszönöm mindazoknak a szolgálatát, akik a ünnepség előkészítésében segítségünkre voltak. Köszönöm a szép virágadományokat, köszönöm a templom előkészítését, és köszönöm az énektarnak, a szolgálatot, hogy Isten fizessen minket. Szép vasárnapot, szép minden, és kívánok mindenkinek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Isten.